Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! November 24-ére elkészülhet a Bonyhádi Ipari Park. A kivitelező szerint a szerződésben foglalt határidőre el tudják végezni a munkát, és átadhatják a komplexumot. A négy épület már látható a Dombóvárra vezető útról. Ezeket raktárépületeknek adja majd ki az önkormányzat többségi tulajdonában álló építető cég. Nagy léptékben halad előre a Bonyhádi Ipari Park építkezése. A beruházáshoz szükséges pénz nagy részét, 480 millió forintot, a terület és településfejlesztési operatív program egyik pályázatán nyerte a város. A Bonyhádi Ipari Park Kft. Valósítja meg ezen a területen ezt a négy csarnokot, amit most itt látunk, ezek épülnek, illetve az ehhez tartozó területi infrastruktúrát utakkal, közművekkel és térvilágítással együtt. Ez gyakorlatilag négy ipari raktárcsarnok, ami első körben raktározás célját fogja szolgálni, aztán később, amikor a bérlők beköltöznek, akkor üzemekké fognak átalakulni. Ez azt jelenti, hogy azok a vállalkozások, akik a társaság tulajdonosai is részben, azok fogják a csarnokokat bérelni, és a saját üzemüket fogják ide költöztetni. Az építkezést idén májusban kezdték el, és úgy tűnik, hogy a koronavírus helyzet miatt sem csúsznak a munkálatok. November 24-én átadják a komplexumot. Most gyakorlatilag, ahogyha itt körbenézünk, akkor láthatjuk, hogy a négy épület az gyakorlatilag áll. A szendvicspanel burkolása megtörtént, tehát zárt épületekről beszélünk, a nyilászárok gyártása van még folyamatban, aztán fog teljesen zárt lenni mind a négy épület. Ütemében egy kicsit eltér ugye a négy épület előrehaladása, mert az egyes csarnokban az ajzat beton építése és hőszigetelése történik, a kettes, hármas csarnokban már kész vannak az ajzatok, és az ötös számú csarnok, az pedig most fog az ajzat beton előkészítése, a vasalások zajlanak és zsaluzások. Itt tart a területi infrastruktúrából a közlekedő utaknak az alapozása, az gyakorlatilag teljesen készen van, egy rövid szakasz hiányzik, megtörtént a 20 kV-os magas feszültségű légvezeték kiváltása is, ezen is túl vagyunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy szeptember hónap második felétől követően az épületek tekintetében a belső munkák fognak zajlani, és meg fog történni majd november végére, a szerződéses határidő végére a közlekedési felületek és a teljes infrastruktúra befejezése is. A kettes és a hármas számú csarnok az átadás után marad első körben raktár, teljesen raktárfunkció. Az egyes és az ötös csarnok pedig már az átadáskor irodafunkciót kap, ami azt jelenti, hogy iroda és üzemre előkészített csarnoképület fog megvalósulni. Ez még azzal bővül gyakorlatilag, hogy a teljes belső kialakításban a fűtés, a megújuló energia, a világítás és a gépészeti berendezések azok mind teljes készültségi állapotban lesznek az egyes és az ötös csarnok tekintetében. A teljes ipari park 3,5 hektáros területen található. Az épületeket körbekerítik majd, de az őket összekötő úthálózat nyitott lesz a bonyhádi forgalom számára. Több mint 1,1 milliárd forintból újul meg a bonyhádi sporttelep. A munkálatok 90%-ával már végeztek a szakemberek. A sporttelep nem csak a verseny, hanem a tömegsportolókat is szolgálja majd a völgységi városban. Már madártávlatból is látszik, milyen nagy sürgés forgás van a bonyhádi sportpályán. A kivitelezők mindent megtesznek annak érdekében, hogy néhány héten belül megteljen élettel a pálya. A beruházás remekül áll, a kivitelező 90%-os készültséget fog jelenteni a jövő héten. Ha körbenézünk, akkor látjuk, hogy a rekordtán futópálya az teljesen kész van, apróbb simítások vannak még a sporttechnológia részében, de nagyjából készre jelentette az alvállalkozó. Ha szintén körbenézünk, akkor korlátot látunk, kerítést látunk már, térkőburkolatok még nincs teljesen kész, hiszen az majd vannak olyan részek, amik a végső stádiumban fognak elkészülni, de gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez a 90%-os készültség az megállja a helyét, szervizépület kész van, a kivitelező jelenleg belső munkálatokat folytat még a régi, illetve az új öltözőépületben. Aki járt labdarúgó öltözőben, tudja, milyen különleges hangulata van, mely ha elfogja az embert, örökre magával ragadja. Külő Roland ebben az öltözőben szocializálódott a labdarúgás légköréhez. Kisgyerekkorom óta ide jártam, és mindig az a lepukkant, ósdi, dohos szag volt itt bent. Hát, örülök neki, hogy ez most megváltozik. A régi öltöző a gyerekek birodalma lesz.
az új komplexum pedig a nagy csapaté, akinek sokat kell még várni, míg az új füves pályán játszhatnak. Az nem azt jelenti, hogy novemberben focizunk a pályán, hiszen ugye most vetik az élő füvet, illetve ott is a végső felületkezeléseket csinálják. Ez azt jelenti, hogy erre a pályára, az élő fűre gyakorlatilag jövő májusban lehet majd rámenni. Örömhír, hogy ezzel párhuzamosan az MLS pályaépítési programján keresztül az önkormányzat TAO támogatással egy 164 méteres műfüves pályát is épít a régi edzőpályánk helyén. Múlt héten kapott a kivitelező ott is munkaterületet, gyakorlatilag annak 60 nap a kivitelezési ideje. Gyakorlatilag, hogyha lejövünk ide, akkor napról napra látunk valami újat. Tehát minden nap készítünk felvételeket a pályáról, hogy később megörökíthessük, illetve hogy az utókornak megmaradjon. Naponta, nem azt mondom, hogy óráról órára, de naponta lehet új dolgokat látni. Folyamatosan haladunk, gyönyörű lesz. A közel 1,1 milliárd forintos beruházás nem csak a labdarúgók, hanem az atléták és a tömegsport igényeit is messze menően kiszolgálja majd, az eddigiekhez mérten lényegesen magasabb komfortfokozatban. Ki tudja, hogy milyen volt a régi, vagy volt már itt, és eljön ide, az gyakorlatilag Makó Jeruzsálem, hogyha ezt lehet mondani, mindenben más lesz. Tehát más lesz a beléptetés, a szurkolók nem jöhetnek be bizonyos szektorokba, le lesznek választva azok kerítéselemekkel, mindenkinek meg lesz a helye, mindenki tudni fogja, hogy hova kell menjen. Hogyha valaki csak hobbi futóként le akar jönni esténként futni egyet, annak lesz beléptetési rendszer, és be fog tudni jönni. Úgyhogy alig várom, hogy átadják. Attól, mert ilyen komplexumunk van, még nem lesz NB-s csapatunk, mondja Küllő Roland, aki a helyi labdarúgó együttes edzője is. Persze nem adjuk fel a lehetőségét, hogy túllépjük a megyebajnokságot, de csak azért, mert ilyen infrastruktúránk van, nem megyünk bele a csapdákba. Ha jobbak leszünk a játéktéren, és arra is lesz pénzünk, hogy NB3-asok legyünk, megtesszük. De addig inkább legyen egy ilyen pályánk, és élvezzük. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága a Magyar Gulág címmel szervezett kiállítássorozatot, mely egy versszínházi est és egy beszélgetés keretében mutatkozott be Bonyhádon. Beng Barbara, a kiállítás főszervezője azt mondta, a legfontosabb cél az volt, hogy mindenki számára világossá váljanak a diktatúrában rejlő veszélyek, hogy soha többet hasonló ne történhessen meg Magyarországon. Kapuk fűszaga, s vágyik maradni már itt mindörökre. Mint ő, úgy voltam a világban. Én tudtam, itt minden új, meg nem térő, páratlan, ritka, s múló fenomén. A lepke szállt, azt mondtam, jól megnézze. Először és utolsóbb látod ezt. A jó baráttal borosztam, oly szívvel és szóval láttam, mintha reggelig meg kéne hallanom. Mindezt azért, mert folyton féltem a hajnaltól, melyen nem lesz barát, se bor, se ébredés. Tudek Miklós Faludi György verseiből összeállított estegazdagította a Gulág Magyarországon programot. Faludi maga is megjárta a magyar poklot, versei visszaadják mindazt, amit azok éltek át, akiket a diktatúra nem kívánatos személynek nyilvánított és embertelen körülmények közé zárt. A Gulágról mindenki tudott vagy tudni vélt, de aki átélte és visszatért onnan, sok esetben soha nem mondta, vagy mondhatta el mindazt, mit éltek át a táborban, a drótkerítéseken belül. Egy olyan emléksorozatot, egy emlékezés sorozatot indítson ebbe az évbe. Februárban kezdődött a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából kezdtük el, vagy indítottuk el az egészet, és az volt a cél, hogy minél több középiskolás és fiatal megismerkedjen el ezzel az időszakkal, tehát a kommunista diktatúrának ezen időszakával, hiszen 70 éve történt az, hogy 50 júliusában megnyitották a Recski kényszermunkatábort, és előtte és utána történt meg az, folyamatosan 53-ig hurcoltak el, nem csak a déli és a nyugati hatásából, hanem különböző városokból, községekből embereket, családokat. Tehát itt már nem csak az egyén volt a cél, hogy eltüntessük, hanem már családok. Tehát a család az pedig egy közösséget jelent már. Ez az Isten, haza, család hármas, ami az előző időszakokban jelképezte
illetve a maga a nemzet, ami az alkotó ereje volt a családnak, illetve a hazának. Tehát azzal az ideológiával, az internacionalizmussal is azzal, hogy minden közös címmel ezt így el akarták söpörni. Az, hogy a családokat, nem csak az enyéneket, hanem a családokat is lehetetlenné tették, hiszen elvették a házát, elvették a vagyonát, elvették mindenét. Sőt, hát több olyan család van, akiknek az életét, tehát a családfőnek az életét. Illetve az, hogy 53-ban úgy engedik őket el, hogy titoktartással. Tehát aláíratnak minden szabadulóval, internáltal egy titoktartást, hogyha beszél róla, az állami titoknak minősül, amit ő ott megtudott, és hogyha beszél róla, akkor 10 évig terjedő börtönbüntetéssel lehet sújtani. Az internáláshoz az akkori törvények szerint ítélet sem kellett. Egy feljelentés sok esetben elég volt ahhoz, hogy valakit évekre eltüntessenek úgy, hogy a családja azt sem tudta, merre van, éle vagy meghalt. Egyszerűen egyfajta rosszindulatú szomszédi dologgal is be lehetett kerülni olyan helyzetbe, hogy onnan nem szabadul az ember. A ma számára az üzenet, hogy megismerjék ezt az időszakot, megismerjék a történéseket, és azt a fajta ideológiát, amire az egész fölépül, illetve megvalósult, és hogy ne történjen meg sohasem. Tehát többet ne lehessen ilyet csinálni, ilyet tenni emberekkel, családokkal és egy nemzettel. Azokkal a fiatalokkal, akik ezt már nem tapasztalták, mert nem tapasztalták meg a diktatúrának a mienségét. Nem tapasztalták meg, hogy milyen az, amikor sorba kell állni, és jeggyel csak azt kaphatsz, amit kaphatsz. Nem tapasztalták meg azt, hogy nem szabad mindent elmesélni otthon, hogy mi történt, vagy ha elmegyek a kocsmába, találkozom a barátaimmal, akkor be kell fognom a számot, mert ha bármi nem tetszik, akkor nem hangoztathatom, mert hogy belekerülhetek egy nagyon rossz helyzetbe, akár bevisznek a rendőrök magukkal, akár eltüntetnek engem. Tehát ezeket a dolgokat nem élték meg azt, hogy szabályozottan lehet könyvet olvasni, nem azt a videót vetítik, amit én szeretnék, vagy nem azt, ha valaki elment mondjuk egy moziba, mit látotta, azt a híradót, amit a párt engedélyezett számára, és nem azt a filmet nézhette, amit éppen szeretett volna letölteni például. Tehát ők nem tudják azt, hogy az információ hír nélküli dolog és a szabályozott keretek között való élet az milyen. Az, amikor két évente egyszer el lehet menni beutalóval nyaralni. Azt, amikor engedélyeztetni kell azt, hogyha külföldre elmegyek, akkor milyen országba megyek, és egyáltalán engedélyezik-e, hogy elmehessek. Tehát ilyen nincsen ma. Tehát ezeket azok a gyerekek nem tudják, hogy milyen az, hogy azok a fiatalok nem tudják azt, hogy mi az, hogy a diktatúrának a léte, amikor a mindennapi társadalmi létbe férkőzik be. A jelenlegi kutatások számos érdekességek tárnak föl, mondja Beng Barbara. Az egyik oldala maga a diktatúrának az oldala, a rendszer, hogy hogyan működött, hogyan akart eltüntetni mindent, de mégsem tüntette. A másik oldala az, hogy hogyan szenvedte ezt el az egyén, illetve fel tudja, vagy nem tudta feldolgozni teljes mértékben, hogy a családja tud-e róla, vagy nem. Tehát nagyon sok esetben találkoztam olyan emberrel, aki megélte az internálást, és a családja a történeteket az én felvételeimből ismerte meg. Nem beszélt róla. Nagyon sok gyerek, tehát a gyerekek úgy nőttek fel, az unokák úgy nőttek fel, hogy mindig valami lappangó titok mégis ott van a háttérben, és hogy volt egy interjúm, tehát a kislány volt még, amikor az édesapját elhurcolták, és recskre vitték a recski internáló táborba. Nem tudta, hogy hol van az édesapja, azt tudta, hogy a 60-as, 70-es években, hogy a recsk szó az valami rosszat jelent. Tehát Nem osztották meg vele a szülők, hogy mi történt ott és mi nem, mert az édesapja soha nem osztotta meg velük, de az a gyerek mindig érzi, hogyha nem stimmel valami. És ezt a családok megsínlették. Nagyon sok család ment tönkre, nagyon sok család ment szét, hiszen az a titok, az ami ott lappangott, azt nem lehetett megosztani. A gulág története ma sem része az újkori történelem tanításnak, mondja Filóné Ferenci Baja polgármester. Én nem mostanában érettségiztem, 35 évvel ezelőtt volt, de akkor mi nem tanultunk 20. századi magyar történelmet, és sajnos, ha jól tudom, és szerintem nem tévedek, eltelt 35 év, és ma sem része a történelemkönyveknek ez a fejezete a magyar történelemnek, úgyhogy mindig időszerű, sosem késő erről ismerni és olvasni. E verset nem magam szereztem. Csak ülök némán, s élvezem, hogyan vetkőztet mesztelenre múzsán, a halál félelem.
nem jött rám álom. Hajnaltájban a sikátorokban kócáltam, két kisfiú ült a cukrászda előtt a nagy szelétkosárban. Hangosak voltak és vidámak. A papírtölcsérekre szállott mocskos fagylaltot nyalogatták. Feljöttek, mikor megláttak, két üres kezemet kitártam. Ne féljetek tőlem, testvére. Rendőr űz engem is, meg döglégy. Én is szemétládában élek. S így nyalom az elsüllyedt földrész emlékét, mely rohadt és édes. Kis túlzással, ha valaki rajzolni akart tanulni Bonyhádon, akkor egészen biztosan Kovács Ferenc tanítvány lett belőle. Az idős mester ezúttal saját képeiből készített kiállítása nyílt meg, mely szám szerint a 90. volt a sorban. Ami a falakon látható, jól tükrözi Kovács Ferenc belső világát, mondta a kiállítás megnyitóján Méri Éva, a Szekszárdi Művészetek Háza nyugalmazott igazgatója. És mindezt maga az alkotó is megerősítette. A természet nyugalma, sokszínűsége és szépsége vezérelt mindig, ez adott inspirációt, mondja Kovács Ferenc, akinek ez a 90. önálló tárlata, melyben alkotói életének legfontosabb stációi jelennek meg. Valóban így alkotok én, ahogy az Éva ott szépen elmondta. Mindig valahogy azt szeretném megfesteni, amit én lelkiekben átélek és befogadok. Az azért van az, hogy más a kép és más a látott, más a fénykép. Mert a képen ott legalábbis az én szempontomból nyugalmat kell, hogy árasszon az a kép. És szeretetet az iránt, amit én választottam a megalkotására. Nem életmű kiállítás, mert ahhoz nagyon kicsi ez a helyiség. Hát ez korfüggő, hogy megért az ember 84-et, akkor azért sokat alkotott. Tehát ez csak egy rétege, egy kis része az én életművemnek. Minden kontinensen van a Földön belőle munkáimból, és hát sok van még otthon is. Úgy érzem, hogy ez az öt stáció, öt állomás, az nekem azért fontos, mert itt több időt tölthettem, és az időtöltés mellett volt arra lehetőségem, hogy jobban elmélyüljek a motívumokba, a témákba, és hogy melyek azok a motívumok, amelyek számomra kifejezhetők oly módon, ahogy én azt átélem. Az öt stáció, hát először is a szülőfalunk, Nagybaracska. Ott édesanyai ösztönzésre került a festészetemre, a környezetem szép, vízi világa, mert ott születtem a víz mellett, a Csordunaág mellett, és az egész életemet végigkíséri ez a természet szeretet. A másik volt a művésztelepek sokasága. Voltam azt hiszem tizenvalahány művésztelepen, és ezek közül hosszabb időt töltöttem. A Németországban, a keleti tengerpartján az egy hónapos volt, ott a Rügen-szigetét is ott festettem, mert kóboroltunk ott a tengerparton. Azután a következő stáció volt a sírok, a
művésztelepek közül, amely hát többször voltam, és ott jóformán kifestettem a siroki látnivalókat magamból. A siroki vár, hát az nagyon érdekes, rengeteg témát kínál. Utána a következő stáció volt az egyéni, családi utazásaink. Akkor be tudtam rakni az autóba az állványt, a festőcuccot, és ott a helyszínen festettem. A Jungfrau is ott készült. A helyszínen, fent a Furkahágon, közel a Rongleccserhez. Nagy élmény volt, és a következő stáció pedig három jó barátnak a Badacsony Tomai Vidám napokja. Ez minden augusztus 20-át, ott ünnepeltünk meg a Badacsony Tomai hegyoldalba, és hát van egy barátomnak volt egy tanyája, és ott voltunk 3-4 napot, és hát az 17 éven keresztül egy csodálatos élmény volt, és átélhettem a Balaton szépségét. És az utolsó, amit stációként jelöltem meg, Bölcség. Hát itt rengeteg jó téma van, és szekszárdi dombvidék, a mecsek, az rendkívül festői. Most van egy olyan időszakom, amikor elvontabb világot festek. Nem teljesen non-figuratív, de elvont világ. Tulajdonképpen egy visszaemlékező hát jelzések. De most talán inkább úgy vagyok vele, hogy több időt foglal el az írás. Született egy kisunokám, születésnapom előtti napon, és úgy érzem, hogy meg kell nekem írni azokat a gyerekkori vidám élményeket, amelyeket majd valamikor felnőve ő elolvas. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!